Az adminisztratív részt ebből kivettük, mert annak úgy éreztük, hogy nem szükséges a park közepén elhelyezkednie, és a parkolóval egyetemben az utca vonalán alakítottuk ki. Ez csupán egy az ok közül a pályaművek közül, amely elnyerte a szakmai zsűri elismerését. A Hegyvidéki Önkormányzat és a Szabadtér Színház közös tervpályázatot írt ki a Városmajori Szabadtér Színház újjáépítésére. A legjobbnak ítélt pályaműveket a tervezők a Kulturális Szalonban mutatták be. A maga a pályázat ötlet, pályázat nem döntött a zsűri egyik vagy másik megvalósítása mellett. Szempontokat keresünk, helyet keresünk, és jó ötleteket. A pályázat kiírásánál nem csupán az volt a cél, hogy egy új színházi épület jöjjön létre, hanem az is, hogy az új épület a korábbinál kevesebb zöld területet vegyen el a parkból. Mindenképpen az fontos, hogy itt a városban élők, a kerületben élők számára egy olyan terület alakuljon ki, egy olyan funkcióval bíró művészeti, kulturális közvetítéssel bíró funkció maradjon meg, alakuljon, vagy fejlődjön tovább, ami szolgálja egyrészt a területkerületnek, a lakosainak az érdekeit, másrészt pedig egy olyan a tájba illő, új, kreatív megjelenési formát is, megjelenési formának is lehetőséget adjon. A Hegyvidéki Önkormányzata lakók érdekeit szem előtt tartva fontosnak tartja, hogy minél kevesebb zajterheléssel és a zöld környezet csordítása nélkül szülessen újjá a színház. Én azt szeretném elérni, hogyha valamelyik használati módot itt vissza tudnánk szorítani, vissza tudnánk metszeni radikálisan. Nyilván az egyházi, a templomot nem, óvodát, iskolát nem. Nem titok, én az MTK, a sportfelületek, a sportpályák visszametszésére törekszem. Ami a terveket illeti, jó ötletekből nincsen hiány. Azonban, hogy ezek közül mely elemeket valósítják majd meg, ahhoz további egyeztetésekre van szükség. Itt a harmadik kerületi Miklós utcában 30 millió forint alatt szinte nem lehet eladó lakást találni. Az elmúlt években persze nem csak Óbudán, de a főváros valamennyi kerületében drasztikusan emelkedtek az ingatlanárak. Az elmúlt 4-5 évben a fővárosban 15-20%-kal drágultak a lakások évente. Éppen ezért egyre többen kényszerülnek arra, hogy hitelt vegyenek fel. Ma már az ügyfelek több mint 96%-a hosszabb lejáratú, fix kamatozású konstrukciót választ. Azonban nem volt ez mindig így. Kb. 130 ezer olyan ügyfél van Magyarországon, akinek legalább 10-15 éves a futamideje, változó kamatozású lakáshitelt vett föl, és 2015 előtt kötötte meg a szerződését. 2015-ben léptek életbe az úgynevezett fair banki szabályok, amelyek már a kamatváltozás lehetőségét a banktól független külső mutatóhoz kötötték, korábban ez nem volt. Ez a kör az, aki a legkockázatosabb, legsérülékenyebb helyzetben van, egy olyan esetben, hogyha megindulnának fölfelé a kamatok Magyarországon. Vagyis nekik egy kedvezőtlen helyzetben rövid idő alatt többszörösére nőnének a törlesztő részleteik. A Nemzeti Bank és a Bankszövetség a pénzintézetekkel közösen most új kampányt indított. Azt szeretnék elérni, hogy minél többen váltsanak fix kamatozású hitelre. A bankok levélben és elektronikus úton keresik fel azokat az ügyfeleket, akiknek legalább 10 év van hátra a futamidőből, és 2015 előtt kötötték meg a szerződésüket. A pénzintézetek többféle fixálási lehetőséggel személyre szabott szerződésmódosítási lehetőséget is felkínálnak. Ez a lehetőség egy hónapig él az ügyfél számára, amennyiben ő úgy dönt, hogy elfogadja ezt a módosítást, csak be kell menni a bankhoz, vagy jelentkezni a bankjánál, és megtörténik a szerződésmódosítás. Kiszámoltuk egy átlagos ügyfél esetében, egy átlagos hosszú futamidejű lakáshiteles ügyfél esetében 2700 forint havi teher növekedéssel 5 évre már fixálni lehet a mostani változó kamatozást. Ez azt jelenti, hogy 5 évig nyugodtan tud aludni az ügyfél. A bankok a következő hónapokban valamennyi érintett ügyfelet értesítik a lehetőségről.